Kulturált körülmények várják az eladókat és a vásárlókat a nagy halászi piacon. Nemrég újították fel a területet. Új elárosító helyeket hoztak létre, lesz egy közösségi tér is, és parkolókat is kialakítottak. Szükség volt a beruházásra, mert egyre többen termelnek gyümölcsöt és zöldséget a településen. Orosz Károly polgármester 35 perc című műsorunkban azt mondta, hamarosan egy gyümölcsli üzemet is beindítanak. Ez a Start munkaprogramra ráépülő projekt, amelyben már korábban telepítettünk gyümölcsöst, almást, meg bodzát, és ezeknek a feldolgozására, illetve bérmunka végzésére gondoltuk a léüzemet, amely ugye saját termékfeldolgozásában a léüzemben, ugye almalevet, natúr almalevet, bodzát, céklát, fogunk gyártani. Ezt nem csak a településen élők részére, hanem szeretnénk a piacon megjelenni ezzel a termékkel, illetve a bérmunkát szeretnénk előtérbe helyezni, hisz a környékünkön több ezer hektár gyümölcsös található, amelyben különféle gyümölcsök vannak, de főként alma. Ezt már a helyi termelők is jelezték, hogy igényt tartanak arra, hogy ezt a bérmunkát elvégeztessék velünk. Ha igény lesz rá, akkor nem csak a saját területeken megtermelt almát és bodzát dolgozzák fel, hanem vásárolnak más termelőtől is alapanyagot. A beruházás 150 millió forintba kerül, és óránként 500 liter gyümölcsé előállítására lesz alkalmas. Hatalmas, üres terület a Nagyhalászi Művelődési Ház mellett. Itt épülhet fel a település új büszkesége a kézilabdacsarnok. Ez egy nagyon nagy dolog lesz a település életében. Ezt a magyar állam építi a magyar állam területén, hisz a területet átvette a magyar állam az önkormányzattól. A mi feladatunk volt a közműeknek a biztosítása, ugye ennek is már az elmúlt évben megtettük a szükséges lépéseket. Az EON a 3x125 ampert egy trafótól fogja biztosítani a területhez, amely megvalósításához már közbeszerzés megtörtént. A közbeszerzés eredményét várjuk izgatottan, hogy mikor kezdődhet el a, a megvalósulás ennek a projektnek, ennek a szép csarnoknak. Az országban 17 helyen épít az állam a csarnokot. Többek között Budapest, Debrecen, Balasagyarmat és Lenti mellett nagy halászon épülhet munkacsarnok.